Aláhult a Nemzeti Szín Szalag, mely díszesen ünnepelte, hogy elkészült a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre székház felújításának újabb üteme, mely jelenleg az udvart érintette. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez a megújult, megszépült környezet a további munkálatokban, a további szakmai és közösségi munkában, programokban adjon egy olyan alapot, egy olyan hátteret, amely eredményességet fogja folytatni és nevelni, eredményezni. A polgármester az udvar átadó tájékoztatón elmondta, hogy ez a több mint 100 fős civil közösség sok tekintetben reprezentálja Jászberényt. A gazdák kiváló kapcsolatokat tartanak fenn testvértelepüléseinkkel, és sok alkalommal segítenek a vendéglátásban, vagy helyet adnak az agrárium különböző csoportjainak, rendezvényeiknek. Mivel az épület városi vagyon, így nem kérdés annak állagóvása és hasznosítása. Az épület az városi vagyon, tehát minden, amit beruházunk rajta, a város vagyonát gyarapítja. Én gondolom, hogy a felhasználók oldalára is teljesen helyén való, megérdemlő dolog. Úgyhogy kívántam is nekik, most is kívánok egy jó hasznosítást, hasznosulást. Megköszönjük Szatmári Gyulának, Tutibau Kft-vel, aki ezt az egészet véghez vitte. Én úgy gondolom, hogy jó munkát végzett, már több eső bebizonyította, hogy a csapadék jó helyre folyik. A Tamás Zoltán gazdaköri elnök köszönetnyilvánítása mellett elmondta, hogy a bruttó 4,7 millió forintos beruházás jó időre rendezte az épület és az udvar állagát, mely helyet ad az önkormányzati programoknak is. A gazdakör szakmai munkája is, én úgy gondolom, hogy érdemessé teszi arra, hogy magát támogassa is az önkormányzat, de ezt az utóbbi években tehát érzi is a gazdakör tagsága, hiszen nagyon sok felújítást kaptunk, és a működésre is kaptunk támogatást az önkormányzattól, de természetesen itt rendezvényeken nyitottak vagyunk, akár önkormányzati, akár más szakmai civil szervezetekre. A gazdaköri tagok közösségi munkában is igyekeznek az épületet megóvni az állagromlástól. Korábban a beázást kellett megszüntetni, majd a nyílászárók cseréje is, 2015-ben az új mellékhelyiségek és kapuk kialakítása következtek. Idén már csak az udvar és a külső parkolók hiányoztak, végül pedig a magyar és székely zászlók oltalmában egy új névtábla hirdeti a civil szervezet székházát.